Biztosan sokaknál porosodik egy régi Ender 3-as gép a sarokban. Nos, nálam is. Fogtam hát és építettem belőle egy gépet, melynek segítségével a hulladéknak minősülő és egyébként mindenfelé felelhető PET palackokból filamentet tudok készíteni, melyből utána egy 3D nyomtató segítségével lényegében bármit kinyomtathatok. Elég régóta kotlok már ezen a témán, és időközben Magyarországon bevezették a PET visszaváltó rendszert. Elméletileg ez január 1-e óta aktív, gyakorlatilag január vége van, és én még nem nagyon láttam ilyen visszaváltható PET palackot, na de az alapanyag költségről majd később. Ami a felhasználni kívánt nyomtatót illeti, nos, van pár olyan nyomtatóm, ami már nem igazán képes hozni a mai elvárt sebességet és minőséget, így úgy gondoltam, hogy ezt fogom szétbontani. Azonban én még úgy tanultam, hogy a jó mérnök az lusta. És ezt most nem rossz értelemben kell venni, nem azért, mert nem akarja elvégezni a munkáját, hanem megpróbálja a könnyebb utat választani. Tehát, ha valaki valamit már elvégzett előtte, akkor azt nem csinálja meg újra. És itt most nem arra kell gondolni, hogy eltulajdonítja más terveit, csak ötleteket merít. Én is így tettem, és így találtam rá Joshua Taylorra, aki eltökélte, hogy megtisztítja a világot a sok hulladék petpalacktól és ehhez tervezett egy gépet, melynek terveit ingyenesen elérhetővé tette, és bárki elkészítheti. Mivel átnézve a terveket használhatónak tűnt, így úgy döntöttem, ezzel próbálkozok. Egyébként Recreator 3D néven fut a projekt, a weboldal linkjét megtaláljátok a leírásban. A dolog lényege, hogy szükség van egy Ender 3-as nyomtatóra, az ötlet szerint azért, mivel ezeket sorra se lejteszik le az emberek, hiszen ez már régi, és ezzel csak szemetet gyártunk. Joshua szerint ilyet már cirka 70 dollárért lehet vásárolni, szóval nagyjából 30 ezer forintért. Sajnos nálunk ez egy igen nagy becsben tartott nyomtató, és még emlékszem, hogy én az enyémet 5 évvel ezelőtt 190 dollárért, vagyis nagyjából 67 ezer forintért vásároltam, napjainkban használtan kerül ennyibe, vagy még többe. Persze, ha körülnézünk külföldön, akkor hozzá tudunk jutni az említett 70 dolláros áron is. Megnéztem Aliexpressen, és a szükséges alkatrészek újonnan nagyjából 45 ezer forintba kerülnek. Tehát, ha nincs elfekvőben egy ilyen nyomtatónk, akkor igaz, hogy ezzel csak további szemetet gyártunk, de lehet, hogy jobban megéri onnét megrendelni, mint bontani egy használtat. Fogtam hát ezt az enyhén poros darabot, és szétbontottam. Ebből, mint látható, aránylag elég kevés az a dolog, ami később felhasználásra kerül. A többi szükséges alkatrészt 3D nyomtatnunk kell, ehhez az összes fájt megtaláljuk printéből szépen kategorizálva. Ennek nyomtatásához nagyjából másfél kg filament kell, és 70 óra nyomtatás egy gyors nyomtatón, még ha a szétszedésre szánt Ender 3-assal nyomtatnánk ki, lényegében a saját koporsóját, akkor nagyjából egy hétig tartana. Otthon ez a nyomtatás energiafogyasztással és filamenttel számolva nagyjából 20 ezer forint lenne. Én ezzel nem bajlódtam, hanem legyártattam a videó támogatójával, a GLC 3 vel ők ugyebár egy 3D nyomtatással is foglalkozó cég. A weboldalukon a megrendelésre kattintva fel tudjuk tölteni a nyomtatni kívánt 3D fájljainkat. Sajnos vannak limitek a modelleket illetően és az egyszerre feltölthető fájlokat illetően is, de többnyire nem rendelünk egyszerre 100 különféle alkatrészt, ha pedig igen, akkor ezt meg tudjuk tenni több részletben. Egyből látjuk az alkatrészünket, alul pedig az árát. Választhatunk nyomtatási technológiát, ehhez idomul az ára is. Ezen belül pedig választhatunk anyagot. Ezekről ugyan kapunk egy kis leírást, de laikusként úgy is a legolcsóbbat választjuk majd, így én is ezt tettem. Ezen az áron felül jön még a vám és a szállítás. Így megrendelve és szállítva 250 dollárba, vagyis közel 90 ezer forintba került az alkatrészek legyártatása. Kisvártatva meg is érkezett a csomag, na nem így ömlesztve, egyenként, de konkrétan minden egyes alkatrész bubifóriába csomagolva, egy alaposan kipárnázott dobozban. És hát a minőségét tekintve azért látszik, hogy nem itthon nyomtatódott egy egyszerű FDM nyomtatóval. Tömör műanyag minden alkatrész, egységes sík felülettel. Tehát lehet, hogy nem olcsó, de minőségi végeredményt kínál, és minden alkatrészből pont olyat kaptam, amilyet elvártam. Kivéve egyet, ami egy hibás darab. De ez sem sújtjomban került ide. Kaptam egy e-mailt a gyártótól, fényképpel, hogy ez a hiba történt, sajnos felvált az asztalról, megfelelő -e így az alkatrész, vagy gyártsák újra. De mivel látni szerettem volna, hogy mi az, ami nekik még elmegy kategória, így a hibás darabot kértem. És ami azt illeti, ez csak a felület minőségén ront, egy nem látszó alkatrésznél ez elfogadható lenne. De ha saját megrendelés lett volna, akkor biztos, hogy újra gyártatom, mert hát azért fizettem, hogy tökéletes legyen. Mellesleg, mielőtt bárkiben felmerülne, nem kezeltek kiemelt ügyfélként, ugyanúgy egy egyszerű regisztrált felhasználóként rendeltem meg a dolgokat. Néhány elemet ellenálló anyagból rendeltem, mivel ezek nagyobb igénybevételnek lesznek kitéve. Szerencsére ezek fekete színűek, ez talán még inkább visszaadja a felület minőségét. Főleg ez a rúd, ami egyébként egy tengely, és igazán kíváncsi leszek majd, hogy később hogy bírja ez a terhelést. Néhány alkatrész esetén pedig arra jutott a gyártó, hogy nem tudják legyártani. Nem tudom, hogy ennek mi az oka de simán kinyomtattam itthon, és illeszkedik a gyártott kupakkal, szóval jó lesz. Még a másik esetén egy kicsit idő és anyagtakarékosra vettem a dolgot, ezért egy picit mintás lett a teteje, de ez később úgyse fog látszani. És persze pakolás közben leejtettem az egyik darabot, így két darab lett belőle. Vagyis ez az anyag eléggé rideg. Na de majd megragasztom. Az összeszerelés menetét megtaláljuk lépésről lépésre leírva, igaz angolul. Elsőként a hotendel foglalkozok, mivel ez gyári állapotában nem használható. Először is nem kell bele a teflon cső és a csatlakozó. Majd le kell szedni a hűtőt a fűtő részről. A fúvókában még van egy kis maradék anyag, így némi hevítés után ezt eltávolítom belőle. Ez alapból egy 0,4-es fúvóka. Nekem viszont filament méretű kéne, tehát 1,75-ös. Vagyis vettem egy 1,75 mm-es csigafúrót, és felfúrtam a kívánt méretre, akkorára, melyen pont átcsusszan a filament. De ez a fúrás korán sem egy precíziós gépi megmunkálás, így a filamentet benne hagyva egy kicsit megcsiszoltam a hegyét, így pedig végeredményként egy egész elfogadható 1,75 mm-es fúvóka lett belőle. Jöhet a hűtő. Ennek bemenő oldala jelenleg lépcsőzetes, de jó lenne, ha sík és kónuszos lenne. Ehhez lépcső nélküli lépcsős fúrót, vagyis répafúrót javasol a szerző, de ilyet sehol sem találtam. Így neki mentem zenkelővel, mert az nagyjából hasonló. Ezzel a művelettel jól szétbarmoltam a hűtőt, és kicsit több anyag veszett kárba, mint amennyinek kellett volna, de hát ha így is jó lesz. Az összeszerelésnél ki kell hagyni a hídbréket, ami eredetileg a hideg és a meleg oldalt válasz el, mivel ez esetben a hűtőbordának is melegnek kell lennie. A leírás szerint ide az eredeti csavarokat kellene használni, de azok túl hosszúak, így kerestem másikat. A megragasztott alkatrészre a valamikori görgők csavarjait és csavarhelyeit használva lényegében az eredeti módon kerül vissza a nyomtatófej. Erre kerülhet a burkolat, majd jöhet a felfúrt fúvóka. Közben egy másik alkatrészen is találtam némi felületi hibát, ezt nem jelezte nekem a gyártó, és igaz, hogy nem egy eget nagy probléma, de azért csak hiba. A vázat a nyomtató két függőleges profilja alkotja, erre egy foggantyú kerül. Majd erre jön a tápegység, melynek tartójából véletlenül csak egyet rendeltem, így nyomtattam egy másikat, sajnos a rossz méretűből a kisebbik profilú táphoz, de nem voltam hajlandó újra nyomtatni, így mivel a lyukak stimmelnek, egy kicsit módosítottam rajta, és így már mehet is a helyére. Következőnek az alaplap kerül a tartólemezre. Menetes betétek nem lettek tervezve sehova a gépen belül, mindenhol direkt a műanyagba csavarjuk a metrikus menetű csavarokat. Az első és egyben legnagyobb talp elembe kerül a tápcsatlakozó, melyet szintén a nyomtatóból bontottam. Majd ennek az elejére egy külön alkatrész beleépítve a kijelző. Nem tudom, hogy a nyomtatás hibás, vagy a csavar rövidebb, de nem ért át a másik oldalra az anyáig, így kicsit módosítottam a méreteim. A végzáró és a talvelemek té anyákkal kapaszkodnak a hornyokba, és ha bár a legtöbb csavart ki lehet bontani a nyomtatóból, ilyet például külön kell beszerezni. Jöhettek a tápegység vezetékei, majd az összes többi alkatrészét. És természetesen mindent csatlakoztatni kell ugyanoda, ahonnét kihúztuk. Ezt követően pedig rátettem volna a burkolatot, de kicsit rövidebb volt a vezeték, mint kellett volna. Így egy picit meg kellett oldani. Helyére kerülhetett a nyomtató, vagyis ezúttal már rekreáló fej. Jöhetett a motor, mely a nyomtató extruderének motorja, és az alaplapon csatlakoztatni is ennek helyére kell. Ennek tengelyére kerül egy fogaskerék, mely eléggé laza, de mivel lapolt a tengely egyik fele, ez nem akkora gond. Csak a leesést meggátolandó, egy darab papírt csúsztatta mellé. Érdekes, hogy az áttétel a másik fogaskerekének tengelyeként egy a nyomtatóból származó görgőt használ, és egy csavart. Majd ez a görgő illeszkedik a nyomtatott alkatrészbe. Nem tudom, hogy a görgőből miért nem csak a csapágyat használta, de a lényeg, hogy így is működik így összeszerelve ez az elem a váz bal oldalára kerül. Szembe pedig a filament spulni tartó másik lába. Közé kerül a spúlni, melynek egyik fele egy hatalmas fogaskerék, elvégre ezt fogja majd forgatni a motor. Az utolsó lépés az alsó takaró elemek felszerelése, melyhez szintén nem találjuk meg a szükséges csavarokat a szétbontott nyomtatóban, így külön kell beszerezni. Utolsó elem a szeletelő szerkezet, ehhez is van kinyomtatható alkatrész, ám ennek az aljába kell valamiféle fém, ami kevésbé kopik, mint a műanyag. Az eredeti penihez lett tervezve, de nekem egy árva penim sincs, így átalakítottam egy olyanná, ami 5 forintossal működik, és kinyomtattam. Magát a vágó részt csapágyakból kell kialakítani, melyeket találunk is a görgők belsejében. Sajnos, legalábbis jelen esetben sajnos, a csapágyak élei le vannak kerekítve. Ezen pedig változtatni kell. Így hát teljesen biztonságos módon, a görgőt használva, hogy a körmeim megmaradjanak, kisé megcsiszoltam az oldalát. Összeszerelve pedig már ez is mehet a helyére. Nincs más hátra, mint bekapcsolni a gépet és filamentet gyártani. Ehhez az alapanyag az oly sok felé felelhető, szinte bennünket elárasztó petpalack, melyen ez a jelölés látható. Ezeket elsőként címkétleníteni kell, ami nem egy nehéz feladat, de utána marad egy ragadós felület. Ezt acetonnal vagy címkeeltávolítóval lehet letakarítani, mivel minden olyan dolog, ami a palackon vagy palackon belül van, az belekerül a filamentbe. Ez szerencsére egy vizes volt, így belül alapvetően tiszta. Más a helyzet az üdítőitalok esetén, ahol még a színes ízes víz nem is lenne akkora gond, mintha cukor kerülne a filamentünkbe de szerencsére a pet egy könnyen tisztítható anyag, így egy kis mosás, és már is használható. De a palackok külseje többnyire mintás, mely részben esztétikai, részben pedig a merevségét adja, hiszen arra törekednek a gyártók, hogy a lehető legkevesebb anyagból készüljen el egy palack, ami jelenleg nekünk most nem túl jó dolog. Szerencsére a PET nagyjából 80 C fok táján már elkezdi változtatni a formáját, így ha egyenletesen melegítjük, akkor a benne felmelegedő levegő nyomásának hatására szépen kisimulnak a bordái. Ennek egy módja lehet a hőlékfúvó, de ha van egy hulladék hővel rendelkező eszközünk, energiatudatosabban és nem mellesleg egyszerűbben megoldhatjuk, a lényeg, hogy a végén egy egységes sík felületet kapjunk. Ezután le kell vágni az alját, ezt sajnos nem tudjuk felhasználni, így pedig már fel tudjuk szelni egy szalaggá. Áthúzva a két csapágy vágja, pontosabban nyírja az anyagot, mint a feliratból is látszik, 8 mm szélesre. Ezt kihegyezve át kell tolni a hevítőn, majd indulhat a rekreátor. Ami továbbra is ender, mivel a firmware továbbra is a régi. Így a kezelése is ugyanaz. Először is fel kell hevítenünk a hotendet 210 fokra. Ez nem egy gyors folyamat, különösen, hogy hűtjük, mintha muszáj lenne, ezért tettem rá egy kupakot. Amikor elértük a mágikus 210 Celsius fokot, vagyis a PET olvadás pontjának alsó határát, elkezdhetjük húzni a filamentet. Ami valami elképesztően jó érzés és látvány. Majd ezt rögzítjük a spulnira, és elkezdjük tekerni. De motorizáltan könnyebb lenne a dolog, ehhez Joshua mellékel nekünk egy G-kódot, melyet elindítunk, mintha csak nyomtatnánk, és ez forgatja helyettünk jó sokáig. Kinyomtathatunk egy súlyt is, melyet akár nehezékkel is megtölthetünk, ez kerül az üveg tetejére, és már csak hagynunk kell, hogy dolgozzon a gép. Ami nem egy túl érdekfeszítő folyamat, csak idővel elfogy a palack. A legvégén, ha már túl ívelt a palacknyaka, kicsit még rásegíthetünk, hogy minél több anyagot kinyerhessünk belőle, de utána célszerű állítani a nyomtatást. Elméletileg kifutna magától is, viszont ha megszorul, akkor valahol valami törik, így inkább nem kockáztattam. Ezt követően pedig már csak le kell szüretelnünk a termést, vagyis levenni a filamentet, ami egy kicsit harcias dolog. De a végeredmény nagyjából 8 méter spéci filament és némi maradék. De hogyan is működik ez valójában? Azt már mondtam, hogy az elején szalaggá szeleteljük a palackot. Mellesleg ezt megtehetjük előre is, majd utána ezt a szalagot feltekerve egy szintén nyomtatható tartozékra, ebből készül a filament. Az eljárás neve pedig az extrudálásból módosítva a pultrudálás. Tehát lényegében húzással történik az alakítás. Ezt a húzást pedig a valamikori extruder motor végzi a spulni forgatásával. Még az anyag alakítása a módosított hotendben történik. A hidegebb oldalon bemegy a szalag, a meleg oldalon pedig kijön az 1,75 mm-es PET filament, ami közelről nézve egyértelműen konstansnak tűnik. Ha kihúzok egy darabot a hotendből, jól látszik, hogy lényegében hajlítja a meglágyult anyagot, éppen ezért nem is kapunk egy tökéletes tömör közelről szemügyre véve egy cső a végeredmény, amivel számolnunk kell nyomtatáskor. Némi terület számítás után jól látszik, hogy a keresztmetszet egy jelentős része levegő. Joshua ennek kompenzálásához 1,3-as szorzót javasol, de nyilvánvalóan ez palackfüggő. Én a számításaim alapján 120 és 150% közötti értékre jutottam, így a szereteléskor a filamentnek megfelelőt állítom be. A nyomtatáshoz 250-260 Celsius foka megfelelő, én úgy tapasztaltam, hogy az itthon kapható palackok esetén 260 kell a jó rétegtapadáshoz. Ha pedig megismertük az anyagot, már úgy nyomtathatunk vele, mint bármelyik másikkal. Csak kicsit lassabban, mivel a túl nagy sebességet nem igazán tolerálja. De azáltal, hogy 150% anyagot tolunk ki, csökken a filament hossza. Vagyis, ha legyártottunk 8 méter pet filamentet, akkor valójában csak 6 méter filamentünk van, ami kis dolgok nyomtatására elég. Vagy, ha jó nyomtatónk van, akkor folytathatjuk a nyomtatást újabb szállal, így lényegében korlátlan mennyiségben használható vagy legalábbis addig, amíg nem lesz egy fúvók eltömődés. Mert bármennyire is figyel az ember, ez akkor is csak egy hulladékanyag, anyag, amin lehet bármilyen szennyeződés. Egy másik dolog, amiben belefutottam, hogy a palackok anyaga sem ugyanolyan vastag. A vizes palackok szinte leheletből készülnek, a kóláé viszont nem. Ezért a 8 mm-es szalag nem volt jó. A vizes palackok anyagvastagsága egyengetés után 0,2-0,3 mm. Ami azt jelenti, hogy megszorozva a 8 mm-es szalagszélességgel 1,6-tól 2,4 mm kapunk. Még az 1,75 százados fúvókán kiférő anyag felülete szintén 2,4 mm. Ekkor jött a kólásüveg, melynek anyaga 0,4 mm, vagyis nem fér át a lyukon. Kiszámítva ehhez 6 mm-es szalag kell, így készítettem egy ilyen szeletelőt, amit ki is nyomtattam újrahasznosított anyagból. Felszerelve pedig már is vastagabb anyaggal is megbirkózik a gép. Bár Magyarországon a legtöbb PET palack átlátszó vagy enyhén színezett, ha színes alapanyagot használunk, a filamentünk is színes lesz. Ennek megfelelően pedig a kinyomtatott tárgy is. Persze van a házi petnek egy igen rossz tulajdonsága, hogy te nem harcig, és szeret csomósodni. Márpedig, ha megszorul, akkor a nyomtatott tárgyunknak is meszeltek. De ha nem történik semmi gigszer, akkor a végeredményre nem lehet panasz. Persze nem véletlenül PET G, amit megvásárolhatunk filamentként. Ugye ez egy glikollal módosított PET, melynek tulajdonságai sokkal alkalmasabbá teszik a 3D nyomtatásra, de a PET palackos pet is elérhetünk egészen jó eredményeket, mint ahogy ezen a bencsin is látszik. Szerintem sok gyártó a fél karját odaadná azért, ha ilyen bencsit tudna nyomtatni a saját nyomtatójával, a legjobb PLA-ból, nemhogy újrahasznosított PET palackból de természetesen nem csak másfél és 2 literes palackot használhatunk fel, az 5 literessel is boldogul. Ebben a fehér színűben mosószer volt, és habár bár kimostam, egy kisé azért tartok tőle, hogy ez majd negatíva hat a végeredményre. Szintén hőlékfúvóval kivasaltam a felületét, lekaptam az alját, ami hulladék, és mehetett a gépre. Meglepetésemre a fala csak 0,27 mm-es, így a 8 mm-es vágószerszám kellett, vagyis lehetett szerelni. Ennek a cseréje lehetne talán egy kicsit egyszerűbb is, de ki lehet bírni. A pultrudálás ugyanúgy zajlott, mint korábban, csak ezúttal jóval hosszabb ideig. Viszont kellemes, frissen vasalt ruha illat lengte be a házat. Közben megpróbáltam, hogy használható-e az újra hasznosított pet vázamódban. De nem csalódtam. Tökéletesen készült a tárgy rétegről rétegre, és egy pet palackot feldolgozva, filamenté alakítva, majd ebből kinyomtatva újra alkottam a pet palackot. Ami már egy cuki kis tároló, és ami nagyszerű, hogy még a kupak sem megy a szemétbe. Közben elkészült a nagy palack, melynek végén jól látszik, hogy a bemenő anyag egyenesen arányos a kimenővel. Vagyis, ha a bemenő anyagunk elkeskenyedik, akkor a kievő anyagunk is vékonyabb lesz. Ez pedig így nyomtatásra nem alkalmas. Mivel ez egy lényegesen hosszabb egybefüggő szállett, lett, úgy gondoltam, hogy rekreátorkapitányt nyomtatom ki belőle. Ez szintén egy a géphez mellékelt modell megszabadítva a támaszaitól, újrahasznosított palackból készült filamentből készült nyomtatáshoz képest, szerintem kimondottan jó sikerült. Főleg a palástján látszik, hogy azért akadnak itt gondok, de szerintem nem igazán lehet többet várni egy ilyen húzott filamenttől, itt ott azért vannak benne vastagságbeli különbségek, amik később a nyomtatott tárgyunkon is jelentkeznek. De ne szobrokat akarjunk belőle nyomtatni, inkább praktikus használati tárgyakat, ahol a felület minősége másodrangú. Nem utolsó szempont az sem, hogy a PET hőkezelhető mivel ez egy kinyomtatott kalibrációs kocka, még ez a másik ugyanabból az anyagból készült, csak eltöltött egy órát a 150 fokos sütőben. Ennek hatására megváltoznak az anyag tulajdonságai, mint ahogy az a színén is látszik, és röviden, tömören strapabíróbb lesz. Persze, sajnos ez némi zsugorodással is együtt jár. Na de lássuk, mennyi az annyi, vagyis egy kis számolósdi. Egy darab 2 literes petpalacból, anyagának körülbelül 45-50%-át tudjuk felhasználni, Ebből megközelítőleg 8,5 méter filament nyerhető, ami az átlag 1,3-as szorzóval számolva megközelítőleg 6,5 méter tömör PET filament. Kisebb palackok esetén a használható anyag százalékos aránya hasonló, de egy másfél literes palack esetén a kinyerhető anyag hossza 6 méternél rövidebb. Még vastagabb 0,4-es falu anyagok esetén, melyet 6 mm-es szalagra kellett szeletelnöm, 2 liter esetén 55% a felhasználható anyag, és esetenként 7 méter feletti a kinyerhető tömörpet. 5 literes palack esetén 45% alatti a felhasználható részek mennyisége, viszont itt egy palackból több mint 12 méter filament nyerhető. Viszonyítási alapként egy tekercs PETG filament, mely 1 kg, durván 330 méter és ennek ára megközelítőleg 8000 forint, ha a minőségébet választjuk, de ez esetben úgy vélem, hogy nem lenne fel, így nézzük az olcsó fajtát, ami körülbelül 6000 forint per tekercs, vagyis méterenként 18 jó magyar forint. Nem nehéz hát kiszámolni, hogy egy darab 2 literes PET palack filament értéke 117 forint. A másfél literes palacké 108, még a vastagabbé, nevezetesen a 2 literes kólái 126 forint. Legjobb az 5 literes palack nyeresége, hiszen az 212 forint. Ugyebár elő is kell állítani ezt a filamentet, mely egy 2 literes palack esetén nagyjából egy órányi pultrudálást jelent. Ez alatt a gép megközelítőleg 50 wattórát fogyaszt el, ami elenyésző ez esetben, ahogyan a 2 percnyi hőlékfúvózás is. Tehát a fenti számok valós nyereségnek minősülnek, de volt már korábban befektetésünk, hiszen megépítettük a gépet, ami 20-tól 50 ezer forint, attól függően, hogy volt-e elfekvőben nyomtatunk. Ahhoz, hogy pénzünknél legyünk, 120 forinttal számolva, 416 darab PET palackot kell feldolgoznunk, vagyis nagyjából 2 hónapig napi 8 órában gyárthatjuk az anyagot, Órabért most nem számolunk, hiszen ez egy hobbi, végül pedig lesz közel 8 tekes, újrahasznosított, tehát másodosztályú PET filamentünk, amit meg el kell használnunk valamire. Ehhez negatívan hozzájárul az is, hogy elméletben elsőjétől minden petpalack betét díjas, vagyis 50 forintért vesszük, ami már is megfelezi a nyereségünket és megduplázza a megtérülési időt. Szerencsére az 5 literes palackokra nem vonatkozik a dolog, azt továbbra is ingyen kapjuk. Juhú! Szóval igen, vannak gondok a megtérüléssel. És nem is csak az, hogy nekünk kevés hasznunk van belőle, hanem Ilyen esetben egy PET palacknak igazából csak a felét tudjuk újrahasznosítani, a másik fele megy a szemétbe. Ami elméletileg a újrahasznosítási program keretein belül már nem így zajlik, hanem a petpalack 100%-át újra tudják hasznosítani, ami szerintem lényegesen jobb dolog. És igen, ennek nem az lenne a lényege, hogy az újonnan gyártott petpalackokat, amelyek már részei ennek a rendszernek, azokat dolgozzuk fel és csináljunk bőre filamentet és használjuk el, hanem hogy az elmúlt több tíz évben a Földön felhalmozott PET palackot tudjuk valamilyen módon eltüntetni a Föld felszínéről. Ez egy jó gondolat, de van bele néhány probléma. Ugye ez a csomó felhasznál... felhalmozott petpalack, ez így tavainkba, vizeinkbe, erdőszélén erre-arra vannak, és ezek nem kimondottan patik állapotúak, tehát azért igencsak szennyezettek. Tehát ahhoz, hogy ezt fel tudjuk használni, meg kell tisztítani. A legtöbb esetben ezek már nem megtisztíthatóak annyira, hogy gyakorlatilag anyag tiszta legyen, és tudjuk filamentként használni. Mivel ha bár ez a rekreátorgép igazából filamentet tud belőle készíteni, de azért a 3D nyomtatóink azok nagyon érzékenyek, minden egyes kis apró kis akármire, ami belekerül, homokszemről nem beszélve, de ha még itt a készítés folyamán egy szösz belekerül a filamentünkbe, még az is tud dugulást okozni a fúvókában, és az annyira nem jó dolog, hogyha több órát dolgoztunk azzal, hogy nyerjünk belőle valamennyiske filamentet, és igazából a nyomtatásunk valahol félúton megszakad, mert, mert egy dugulás van benne. Persze össze lehet ezeket ragasztani, meg hasonlók, de de az mégse olyan, mintha egyben lenne kinyomtatva az egész. Szóval az elképzelés az jó, de az út rossz. Igazából finom mechanikai óra alkatrészekkel akarunk olajfúró tornyot építeni az óceán közepére. Ez nem fog menni. Miből építkeznek ott? Nagy, robosztus, masszív alkatrészekből, amiknél nem az a lényeg, hogy minden áron meg tudjuk védeni a piszoktól, hanem hogy ne zavarja az, ha piszok kerül bele. Ez esetben is miért kell 1,75-ös filamentet készíteni, miért lehet, mert 2,85-öset. Jó, mondjuk ezt még megértem, ritka az olyan nyomtató, amelyik arra képes, meg esetleg drágább is, maradjunk az 1,75-ös filamentnél, de akkor a nyomtatás során ne 0,4-es fúvókát használjunk hozzá, 0,8-asat vagy 1 mm-eset. És ne akarjunk belőle kis szobrokat nyomtatni, meg nem tudom milyen kis ilyen bencsiket, meg hasonló dolgokat, aminek igaz, hogy ez esetben most szép a felület minősége, de ne erre akarjuk használni. Nyomtassunk belőle nagyobb, robosztusabb dolgokat, amit ki lehet nyomtatni 0,8-as vagy 1-es fúvókával, és ezáltal szépen fel tudjuk használni, mert nem számít az, hogy ha még homok is kerül a filamentbe, kinyomtatja, benne van az anyagba, és jó helyen van. Nyilván ez okozhat mechanikai problémákat később az adott szerkezetbe, de ettől most tekintsünk el, hanem lényeg az, hogy fel tudjuk használni, és egy feleslegesé vált hulladék petpalacból tudjunk csinálni valami olyat, aminek aztán még haszna is lehet. A másik probléma, hogy nagyon sok emberi energiát és időt kell szentelni arra, hogy ezzel a géppel az ember valamilyen végterméket elkészítsen. Méghozzá azért, mert egy óra alatt ugye ledolgozza ezt a PET palackot itt, ami rajta van, és készül belőle 8 méter filament, amit mondjuk még egy óra alatt el tudunk nyomtatni. De egy óra után akkor is hozzá kell nyúlni a géphez és rátenni egy másik palackot, ami megint 3-4 perc még az ember befűzés elindítja és hasonló, ugyanúgy a nyomtató mellett is mindig ott kell lenni, mert amikor kifogy a filament, akkor bele kell tölteni a következőt. Ha ezt meg lehetne oldani, hogy felszeljük ilyen 8 mm-es a petpalackot, majd ezeket a szalagokat össze tudnánk valamilyen módon olvasztani, ami elméletileg 260 fokon működhet, hogyha van hozzá egy sablonunk, és ebből készítenénk egy 300 méter hosszú szálat, majd utána azt a 300 méter hosszú szálat alakítanak ezzel a géppel filamenté, és onnantól kezdve már van egy nagyjából egy kilónyi, egy tekercs filamentünk, ami igaz, hogy még mindig nem első osztályú minőségű, de legalább egy kellően hosszú, amit aztán rá lehet tenni a nyomtatóra, és az el van vele több órán keresztül. Ami pedig magát a gépet illeti. Nos, nem tudom, hogy Joshua egyébként milyen szakterületeken tevékenykedik, de hát rengeteg nem túl mérnöki megoldást alkalmazott ezen a gépen, és igaz, hogy összeállította és működik és használható, de, de nagyon sok dolog úgy van megoldva, hogy lehet, hogy meg lehetett volna oldani máskét, vagy másképpen, vagy egyszerűbben is. Első körben szerintem egy nagy probléma ezzel a géppel, hogy igaz, hogy kinézetre ez így egy komplex egybe gép, és nagyon jól néz ki, és lehet vele menni mindenfelé és mutogatni, hogy PET filamentet csinál. Egyébként, ha jól tudom, akkor az illető járkál is így előadásokat tartani, meg ezt azt azt és mutogatja be, hogy hogy készít filamentet petpalacból ezzel a géppel. Ez így nagyon jó dolog, de igazából például itt van ez a két viszonylag elég nagy panel az oldalán, ami csak arra szolgál, hogy szebbé tegye a gépet, de alapvetően ezt is ki kell nyomtatnunk, és ez is költség. Ugyanez a helyzet sok másik dolgon is rajta, hogy kicsit olcsóbbá kéne tenni ezt a gépet, és akkor sokkal hamarabb, nem 400, mit tudom, hány palack alatt térülne meg, hanem azért egy kicsit gyorsabban. Ugyanez a helyzet a 3 felhasználásával is. Nagyon kevés alkatrészt használunk fel a 3 ahhoz, hogy ez a gép megépüljön, és igazából ahhoz, hogy egy valamilyen hotendet 210 fokon tartsunk, és folyamatos forgást biztosítsunk egy léptető motornak, szerintem egy kicsit túl van lőve az, hogy egy 3D nyomtató alaplapja és egy kijelzője van rajta. Tehát összességében annyit tudok mondani, hogy ez a gép szerintem egy picit drága lesz így, hogyha így építi meg az ember. De nyilván ez áll rendelkezésünkre, ezt tudjuk megépíteni, mert ennek legalább vannak tervei. Ami pedig a terveit illető, ugye kapunk hozzá egy építési leírást, ami alapján össze tudjuk rakni, Nos, hát itt is vannak azért olyan dolgok benne, hogy nem az van, hogy végigolvasjuk és megcsináljuk, egy kicsit kell rajta gondolkodni, de alapvetően az alapján megépíthető. És akkor most jön az, hogy ha ennyire értek hozzá, akkor miért ezt építettem meg, és miért nem csinálok én egyet saját magam. Éppen ezért nem mondok rá semmi rosszat, mert végre egy olyan dolog, ami használható, működik, meg tudjuk építeni, és jó. De lehetne jobb is. Ami viszont a nyomtatáshoz használatos GLC 3D nevezetű oldalt illeti, most én a 3D nyomtatásukkal meg vagyok elégedve teljes mértékben. Nem mondom, hogy egy olcsó dolog velük 3D nyomtattatni, és hát akinek van otthon 3D nyomtatója, az valószínűleg nem velük fog nyomtatni. Azonban, ha egy olyan végeredményt szeretnénk, ami tényleg úgy néz ki, mintha egy kész termék lenne, egy, akár egy mondjam azt, hogy fröccsöntött termék, tehát nem egy 3D nyomtatott terméknek tűnik, akkor lehet, hogy érdemes velük nyomtattatni, de mint az árából is láthattuk, hát ezt a készüléket kinyomtattatni, nyilván, hogyha nem a videó támogatói lennének, akkor én sem csináltam, csináltattam volna meg velük, mert hát azért elég borsos volt az ára. Viszont ha szeretnétek tőlük rendelni, akár három alkatrészt, akár ők ugye a GLC 3 nek a társ cég a JLC PCB, akik ugye nyáklapokat készítenek. Tehát ha akár 3D akár nyáklapot készíteni szeretnétek velük, akkor lesz egy-egy kupon lent a leírásban, ami valamennyit lefarag a rendelésetekből. Ezen kívül a Recreator 3D weboldalát is megtaláljátok lent a leírásban, ahogy a, hát a hozzákapcsolódó linkeket, amit csak találok, azokat oda be fogom vigyeszteni. És egyébként nektek mi a véleményetek arról, hogy ez a ez a jövő, tehát hogy a petpalacból filament készítés, ez meg tudja menteni a világot a rengeteg petpalacktól, vagy vagy ez egy zsákutca, és igazából nem érdemes vele foglalkozni, mert nagyon jó ötlet, meg hobbinak, jó meg szórakozásnak, jó, de de valójában az, hogy egy petpalacból megcsináljuk ezt, az annyira nem nagy előrelépés. Ezt írjátok meg kommentben. Én viszont most megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha még nem tetétek meg, akkor egész nyugodtan iratkozzatok fel, kedveljétek ezt a videót, osszátok meg, hogy mindenki használja, hasznosítsa újra a PET palackjait, és készítsen belőle filamentet, mert az jó a természetnek, és találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!